Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Sakkszövetség sakkmagazinjában, a Lólépésben című sakkmagazinban vagyunk. Én Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, műsorvezető társam Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. Minden műsorunkban beszámolunk megyénk és régiónk sakkéletének főbb eseményeiről, ezt szeretnénk tenni most is. Előző adásunk óta forduló történt a megyei csapatbajnokságban és az NB2-ben is. A megyei csapatbajnokságban az élen álló csapatok is összecsaptak egymással, nagy mérkőzést vívott egymással a Piremon első csapata és a bronzérmes helyen álló Dávid SC. A Piremonról tudni kellett, hogy tavaly esett ki az NB1-ből, feltett szándékuk, hogy visszajussanak az NB2-be, ennek előfeltétele, hogy megnyerjék a megyei csapatbajnokságot, amihez a legjobb úton haladnak. Egyúttal második csapatot is indítottak, tehát a Piremon két csapata szerepel a megyei csapatbajnokságban. Nos, az első helyen álló Piremon első csapata és a Dávid SC a harmadik helyen álló csapat csapott össze, az erőviszonyoknak megfelelő eredmény született, a Piremon első csapata 7-3-ra le tudta győzni a Dávid SC-t. Szebb napokat látott a Balkány Ese, pár évvel ezelőtt még az NB2-ben is játszott egy pár évet, sajnos azóta ez a csapat meggyengült, és a rendkívül jó erőkből álló Kisvárda csapatával csapott össze, Kisvárda 8-2-es kiütéses győzelmet aratott Balkány felett. A Vajai Rákóczi Ferenc Ese és a Fehér Gyarmat, mint két nagy vidéki végvár is összecsapott, Vaján, a vajai csapat nagyszerűen helytállt, a jobb erőkből álló, egyébként tartalékosan kiálló Fehér Gyarmattal szemben csupán 6-4-re szenvedett vereséget, ami nagyon tisztes eredménynek minősíthető. A Piremon második csapata a nyírbátori sakkozókkal mérkőzött meg. Nyírbátor, no man as no man, a két körülbelül egyenlő erőkből álló csapatból a nyírbátoriak bátrabban vetették magukat a küzdelembe, és megdöbbentő vereséget mértek a Piremon második csapatára, 8-2-re tudták legyőzni őket. A rendkívül fiatal játékosokból álló Nagy Halásztal csapott össze a Nyíregyházi Sakkiskola csapata, és a sakkiskola is sok ifjúságit, 10 évest, 14 év alatti gyereket szerepeltetett a csapatban. Rendkívül szoros eredmény született, a sakkiskola csupán 5,5-4,5-re tudta legyőzni a Nagy Halász esét, ami a sakkiskolának kisebb blamás, míg a nagyhalászi csapatnak rendkívül szép eredmény, igen tisztes helytállás. Ezek után a befejező fordulók elé első helyen néz a Piremon első csapata, második helyen áll a szintén jó erőkből álló Kisvárda csapata, harmadik helyét megőrizte a Dávid SC, negyedik helyen áll a korábban többszörös bajnok Nyíregyházi Sakkiskola, ötödik helyen áll a Fehérgyarmati csapat, hatodik helyre feljött a szép eredménnyel a Nyírbátor, hetedik helyen pedig Nagy Halász áll. Márciusban a Nemzeti Csapatbajnokság második osztályában az NB2-ben forduló lebonyolítására került sor. Az NB2-ben két csapatunk játszik, a Nyíregyházi Sakkiskola első csapata, a nagy csapat, és a Tiszavasvári Ese. A Tiszavasvári szépen helytállt a nagyszerű erőkből álló Kazincbalcikai csapattal szemben, vereséget szenvedett ugyan, de a minimális arányban 6,5-5,5-re kapott ki, míg a Nyíregyházi Sakkiskola sajnos újfent erősen tartalékosan állt ki edelénnyel szemben. Körülbelül a papírformának megfelelő eredmény született, a Sakkiskola 7,5-4,5-re kikapott, bár ha nem tartalékosan áll ki, akár fordított eredmény is születhetett volna. Sajnos így sikerült ez a forduló. A sakkeseményekről ennyiben számolnánk be a mai adásunkban, a következő adásunkban több versenyről és egyéni versenyről szeretnénk beszámolni, most azonban sakkozzunk, az NB2-ből szemelgettünk nagyszerű fordulókat, át szeretném adni a szót Péter nagymesternek, milyen partit választottál nekünk? Az egyik játékosunk, ugye a Nyíregyházi Sakkiskolásének a játékosa, Gulyván
Gulyván László. László, aki szinte azt mondom, hogy villámgyőzelmet aratott egy nagyon érdekes és értékes játszmában. Ezt a partit magam is láttam, hiszen én is játszottam azon a fordulón. Eszembe jutott egy régi tévéműsor. Pár évtizeddel ezt megelőzően a magyar televízióban egy régi női világbajnok jelölt, Ladányiné Karakas Éva vezetett egy sakkműsort, az volt a címe, hogy Támadás a király ellen, és a műsorvezetőnek olyan szekundánsai voltak, szintén többszörös világbajnok jelöltek, mint Ivánka Mária, Verőci Zsuzsa, tehát az már egy igen klasszikus műsor. Ennek a műsornak a címe a Támadás a király ellen, ez jutott eszembe, amikor Gulyván Laci partiját néztem. Hát, akkor nézzük. Világossal volt Gulyván László, és Hideg Gábor ellen játszott ugye a király gyaloggal lépett kettőt az első lépésben, tehát E4 következett, C5, ez a szicíliai védelem következett, huszár C3-at lépte fehérrel. Ez nem túl gyakori, azt hiszem, a szicíliaiban mellékváltozatokra ad lehetőséget? Igen, itt elég sok, itt lehet gyaloggal is C3-ra menni, tehát több mellékváltozat van ugye a szicíliaiban, az egyik talán legszerteágazóbb változat a sakkjátékban. Én azt mondom, hogy régebben nagyobb népszerűsége volt ennek a lépésnek, tehát a mai idézően modernebb sakban ritkábban játsszák ezt a lépést, de természetesen ugye azért jó páran lépik ezt a lépést továbbra. De megvan akkor ennek is a komoly stratégiai tartalma. Igen. Huszár C6 következett, amire F4-jel folytatta fehér, G6 következett, huszár F3-mal fejlődött világos, futó G7, futó C4, itt nem veszélyes a D4 pontot világosnak üresen hagynia? Hát el lehet foglalni, de ugye azzal nagyon sok mindent még nem ért el fekete. Az egy kényelmes pont, ott a D4 pont. Itt inkább az az értelme ennek az állásnak fehérrel, hogy majd ilyen F5-tel akar majd fehér gyalogot áldozni, és nagyon komoly támadást elérni. Tehát, hogyha sötét rövidre sáncol, akkor F5-tel nyitja ki az állást. Igen. Én úgy szoktam mondani, hogy kinyitjuk a konzervet. Kinyitjuk az állást, kinyitjuk a konzervet, és hát ami a parti mutatja, tehát nem a legjobban védekezett fekete, tehát itt is már ennek is komoly megnyitás elmélete van, ha fekete jól ismeri és a legjobb lépést megteszi, akkor ez a megnyitás ugye nem ad előnyt, de hát ezt nem mutatta be jól most fekete. Következett E6, amire elsáncolt fehér, és huszár E7, huszár G-ről E7-re lépett. Itt a főváltozat ugye F5, amivel ugye amiről már beszéltünk, hogy gyalogáldozat érkezik. Na most ehelyett világos vezér E1-jel folytatta. Ugye most ő nem áldozott gyalogot, itt vezér H4 ugye a tervünk, és a vezért azonnal átdobni ugye a király szárnyra. És arra nem lehet veszélyes, hogyha sötét húz F5-öt? Az természetesen ez egy logikus, normális lépés, akkor egy picit talán a G5 pont maradhatott. F5 az egy normális védekezés, hogyha elsáncol fekete, és ugye F5-öt lépek, talán egy picit benne maradok a futó átlójába, a C4, G8 átlóba. Arra esetleg még D5 is jöhet. Igen. Inkább D5-tel szoktak játszani ebben a megnyitásban. Hát D6-tal folytatta fehér, ez egy picit szolid lépés. Én úgy gondolom, hogy D5 sokkal jobb lépés lett volna, és sokkal jobban nyitotta volna. Habár mondjuk azt most, hogyha megnézzük, az pont nincs D5, mert azt leütöm, és ha visszaütöm, akkor huszár üti D5-tel, ugye a kötés miatt nem lehet leütni. Tehát valószínűleg akkor rövid sánc, és utána D5-öt kellett volna játszani feketének. Ez is egy rugalmas felépítés. Ez is egy rugalmas. Én úgy gondolom, hogy tehát ezt a szerkezetet jobb, hogyha D5-tel
tehát hogy a centrumot azonnal felrobbantjuk, és úgy próbáljuk megjátszani, és hogy az elvonalat kinyitjuk. Tehát mindenképpen erre játszunk. Tehát én valószínűleg elsáncoltam volna, és D5-öt léptem volna. D3 következett, amire sáncolt fekete, és ugye amiről beszéltünk, megérkezett az F5 lépés. Ugye ennek az az értelme, hogy kinyitjuk a C1 futónak az átlóját, ugye vezér H4 futó H6, és huszár G5-tel szeretne itt nagy támadáshoz jutni fehér. És nyomni a sötét pontokon. És utána esetleg még a bástya F3 H3-mal is hirtelen 4-10 támad, plusz még ugye a C4 futó is, főleg, hogyha az egy gyaloggal ütik az F5-öt, akkor még a C4 futó is az F7 pont felé ugye kacsingat. Tehát itt nem olyan egyszerű jó tervet találni. Ugye leütötte az egy gyaloggal az F5-öt, fekete, ugye ezzel megnyílt a C4 futó, ugye átlója vezér H4 következett, és ugye itt van a lényege, hogy nem foglalkozik a gyaloggal, ő neki akár a futó H6, akár a futó G5-ös nagyon erős támadással itt a király ellen hirtelen ugye nagyon, nagyon nehéz helyzetbe került fekete. Vezér D7 jött, na ennek már ugye maga már ránézésre rosszul néz ki ez a lépés, ez a vezér D7, tehát ugye a futó elé rakjuk a vezérünket, tehát ez egy nagyon olyan lépés, ami nem csak idézve csúnya, de nem illik bele egyáltalán ebbe a játékstílusba. Mi vezethette ebben a lépésben, milyen tervre gondolhatott Hideg Mester jelölt? Hát, Hideg Gábor, tehát végül is az E7 huszár biztosítja az F5 pontot. Egyszerűen a kötést akarta feloldani? Hát lehet, hogy futó G5 ellen, F5 pont felé, lehet, hogy az volt, hát azt nem is tudom, hogy F5-re leütök, ugye, hogy ne cseréljen vezért, nem tudom. Tehát ennek gyakorlatilag nem látom az értelmét. Ő biztos meg tudja mondani, én így hirtelenjében nem nagyon látom, hogy mi volt ennek az értelme. Én azt hiszem, hogy a kötés feloldásán lehetséges gondolkodott, mert tehát mondjuk egy vezér C7 azért erősen jöhet még huszár B5 is. Hát igen, de akkor inkább minden... ott hagynám, és akkor a huszárral lépnék valahogy el. Tehát, és akkor vezért esetleg cserére állítani, de ugye a huszárnak sincs most jó helye. Hogy a kötést hol oldjuk fel, az egy nagyon nehéz kérdés, hová tegyük a vezért. Igen. Világos hát folytatta. Ilyenekről nem költenek verseket. Igen. Világos folytatta futó H6-tal. Ugye, ami, hát de végül is mindjárt meglátjuk, hogy mi volt a terv. Igen, tehát ugye ennek az az értelme, hogy ugye huszár G5, futó üti G7 és vezér üti H7-tel ugye megtámadni a királyt, miről beszéltünk, F4-et lépte fekete, és ugye ennek az volt az értelme, hogy vezér G4-jel akarta a vezérét lecserélni fekete. És ha vezércsere után már nem veszélyes a támadás. Ott már nincs támadás. Úgyhogy ezt nem az F4 gyaloggal foglalkozott fehér, hanem H3-mal kivédte, hogy a védő figurát ne tudja hozni fekete, és ezzel gyakorlatilag az egész tervét feketének, ami a vezér D7-tel elindult, tehát ugye a méregfogát kiszedte ezzel, és innentől kezdve fehér folytathatja ugye a támadást fekete király ellen. Huszár D4-gyel ugye próbálkozott sötét, ugye centrumba raktuk a huszárt, de erre most futó G5 jött, és az E7 huszárnak a helyzetére játszott rá. Huszár E-ről érkezett C6-ra, és erre mondjuk azt, hogy a gyengeségek tovaterjedése, ezzel viszont a D5 pont gyengült meg nagyon-nagyon erősen, és ugye a huszár D5-tel, én úgy gondolom, hogy itt már vége van a partinak, mert az F6 pont, huszár F6 fenyeget, futó F6, E7 pont, de inkább az F6 az, ami nagyon erős, tehát minden kiszedjük sötét pont gyenge a fekete futót, ami védi a fekete királyt, ugye a fekete mező nagyon gyenge lesz, ugye huszár F6 után mat fenyeget H7-en, tehát itt gyakorlatilag huszár D5 volt az, ami után már még lépett egy párat, fekete huszár üti F3, bástya üti F3, és ugye huszár D4, hát még most itt gyakorlatilag szerintem a igen, a bástyát azért nem adhatom oda, mert megint az lenne, hogyha a huszár üti F3, G üti F3, akkor vezér üti H3-mal még a vezér tudna jönni védelembe, úgyhogy bástya F2-vel még. Ez kivétel világos. És nyilván nem ajánlatos leütni a bástyával az F4 gyalogot, mert arra huszár E2 sakk bástya. És huszár üti F4, B5, ugye nincs értelme picit elkésve.
ugye, és most huszár F6 sakkal gyakorlatilag megszereztük, ugye lóg a vezér, vezérüti H7 mat fenyeget, hogy kötelező leütni, futó üti F6-tal, amit visszaütött világos futóval, és ugye itt a fekete mezők, azok gyakorlatilag nagyon gyengék maradtak, futó üti F6, ugye B üti C4, itt már ez is belefért, vezér H6, következett. A rettenetes vezér G7 mat fenyegetéssel. Úgy egyetlen huszár E6, amivel lehet védeni, és ugye egy újabb tisztáldozat, bástya üti F4. Ugye ez E6 huszár nem üthet, mert a vezér G7 mat újra ott lenne, és itt ugye két stílusos mat fenyegetés is van. Az egyik az, hogy bástya H4 után se lehet a vezér üti H7-et. Védeni. Hát már akár mehet a vezér H7. De a vezérüti H7 pedig ugye az még... Vezér H7, király H7, igen. Bástya H4, király G8, bástya H8 matek. Mat lenne. G5-öt lépte még fekete, hogy ezt kivédje, de erre pedig bástya F5 érkezett, ugye a bástya H4-et kivédte, de most pedig a bástya üti G5 a védhetetlen. Mert bástya G5, huszár G5, vezér G7 mat. G7 matt, és ez, hát meg kell nézni, tehát ez az, amikor nagyon lyukas a fekete király, és nem tud mit kezdeni ez ellen a fekete, semmilyen védelem, ugye az A8 bástya, C8 futó, D7 vezér, tehát gyakorlatilag semmelyik figurája nem tud ugye védelem, egyébként az E6 huszár, de az meg kevés három tiszt ellenében, és ugye meggyengült fekete királyállása. Tanulságként talán azt is meg lehetne jegyezni, hogy Sötétnek ugye három tisztje is az alapsoron vesztegelt, még világosnak csupán az A1 bástyát nem kellett játékba dobni, tehát a mozgósított túlerő feltétlenül győzedelmet kellett, hogy arasson. Na hát nekem ez a parti azért tetszett, mert szemléltem közben, és láttam, hogy na ez a támadás a király ellen, nem foglalkozott egy centrum támadással, olyan támadási felületet hagyott Hideg Gabi Gulyván Lacinak, hogy neki lehetett rontani a torkának, és mat támadást indítani. Ez egy látványos parti volt. A tiszavasvári játékosai is játszottak nagyon szép partikat. Abból mit tudsz nekünk bemutatni? Hát a Lengyel László partiját szeretném bemutatni, ugye akinek már több partiját is néztünk. Itt az előző adásokban ismét nagyon jól játszott, és szépen szerepelt László ebben a partiban. Ugye ismételten egy elég gyors, úgynevezett villámpartit fogunk megnézni. Ugye Lengyel László játszott a világossal, és Budina Gábor volt sötéttel. Mind a két játékos egy dinamikus, aktív, támadó játékos, egy taktikus, ha fogalmazhatunk. Igen, a Laci egy kicsit azért erőteljesebben, a Budina Gábor ő szeretne, de ő azért jóval gyengébb játékerőt képvisel, én úgy gondolom. És a karokkan védelem az egy olyan elég jó védekező megnyitás. Ezt most itt nem sikerült úgy bemutatnia feketének, de egy nagyon érdekes és tanulságos parti volt. Azt hiszem nem is egy olyan játékosnak való, mint Burinda Gabi, aki szeret igen könnyen áldoz a partiban egy-egy gyalogot, esetleg tisztet. Nem az ő stílusának való a karokán, inkább hát igen. Petrosyannak, Anannak, sok más. Hát ha csak nem azért, hogy most, tehát ugye, ha az ember veszít szépen, az is egy, én úgy gondolom, hogy egy jó dolog, tehát szép dolog, bármennyire szeretünk, vagy nem szeretünk veszíteni, de egy jó partiban még azt én is ezt szoktam ismerni, szeretem, amikor úgy vernek meg, hogy szép taktikus, látványos partiban, tehát nem csak a nyerés a lényeg, hanem ugye itt már sok játéknál az is, hogy miként és milyen partit játszik az ember. Na hát akkor nézzük is, ugye E4 következett, ugye C6 jött, ugye D4. Tehát sötét úgy szeretne D5-öt tolni, hogy csere után ne vezérrel kelljen visszaütni, hanem gyaloggal üthessen vissza D5-re. Igen, ez a karokkan védelemnek az alapeszméje. Ugye D4 következett, elfoglalta a centrumot fehér, D5 játszott fekete, huszár C3-mal. Fejlődött fehér, ugye, fejlődik, védi az E4 gyalogot, D üti E4, huszár üti E4, és ugye huszár D7-et lépte sötét. Ez manapság nem annyira népszerű, ez anno
egy 10 évvel ezelőtt volt sokkal népszerűbb ez a lépés, akkor még maga Karpov játszotta nagyon-nagyon sokszor ezt a változatot, és ugye Lékó Péter ellen is játszotta ezt, meg többen játszották. Ma inkább futó F5-öt szokták inkább lépni. Tehát a régió Capablanca rendszer. Igen, inkább az a sokkal népszerűbb, és ami idézőben azt mondják, hogy nagyon ki van már elemezve, de az egyenlő állást eredmény ez a futó. Tegyük F5. Még hozzá azt, hogy a huszár D7 eszméje az, hogy sötét a másik huszárral, a G8 huszárral akar F6-ra lépni, és huszár üt F6-ra, ne gyaloggal, hanem a D7 huszárral üthessen vissza F6-ra. Tehát ne kompromittálja a gyalog szerkezetet sötét. Igen. Huszár F3-mal fejlődött, huszár F6, és itt ugye több lépés szokott szóba jönni. Itt huszár G3-at lépte fehér, ami egy mellékváltozat, tehát többen játsszák ezt, de nem ez a legjobb lépés, de egy elég sok tiszt marad a táblán, és ugye aktív támadó szerkezet te marad fehérnek, azok játsszák ezt, akik szeretnek ugye támadni. De objektíven nem ez a legjobb lépés, meg nem ez a fő változat. E6, következett, futó D3, C5. Jó ez a centrumnyitás, sáncolás előtt? Itt szokott lenni, itt jó szokott lenni, az az értelme, hogy ugye ha leüti ezt a gyalogot fehér, a C5-öt, akkor futó azonnal üt vissza a C5-re, és akkor nem vesztett egy tempót el, azzal, hogy futó E7-et lép el, sáncol, és utána. Úgyis ez a terve, hogy C5-tel akarja a D4 gyalogot és a centrumot felrobbantani, tehát most itt konkrétan az volt az értelme, hogy most idézően nem veszít egy tempót. Tehát ez egy jó lépés és szokásos lépés ez a C5. C3 következett fehérre, amire leütötte a D4-et fekete, C üti D4, amire gyaloggal ütött vissza fehér. Itt inkább huszárral szoktak jobban visszaütni. Ez egy érdekes, izgalmas állás. Futó B4 sakk egy nagyon jó lépés, ugye kiszedi a sötét mezőn mozgó futót, futó D2, futó üti D2. Nem lett volna esetleg érdemesebb a vezérrel alátámasztani a futó B4 futót? Azt is lehet, hogy vezér A5 vagy vezér E7-tel játszani. Arra elsáncol fehér, és kicsit hasonló lesz a szerkezet. Tehát ez is jó, mert ugye vezér üti D2 után fekete azonnal el tudott sáncolni. Vezér üti D2 következett. Rövid sánc, fehér is elsáncolt. Ugye itt a C8 futónak a helyzete még egy kicsit kérdéses. Hát ez a fő rákfenéje sötét állásának a huszár D7-es rendszerben. Ezt azonnal megoldhatta volna egy B6 futó B7 lépéssel. Tehát valószínűleg ez a legjobb lépés is bástya C8-al. Ugye most az, hogy nincs meg ez a futó, az az F6 huszár elég jól védi a fekete királyállást, tehát én úgy gondolom, hogy itt B6 futó B7 után egy teljesen korrekt, normális szerkezet alakult Igen. volna ki, tehát ez lett volna a legjobb lépés. Ehelyett huszár B6 következett, amit szoktak lépni, de én nem tartom a legjobb lépésnek ezt a huszár, de logikus, mert ugye D5-re akar beállni a centrumba, és futó D7 C6-tal akar fejlődni fehér. De izolált gyalogos állásnál ugye attól kell mindig tartania, sötétnek, hogy világos jól tudja az izolált gyalogot megtolni, robbantani az állást, most jelen esetben nem tudja jól Igen. megtolni. Viszont átadja az E5 mezőt a huszárnak. E5-öt, C5-öt, tehát én ezért, nekem ezért nem tetszik. Tehát izolált gyalogos állásnál, hogyha rájátszunk az izolált gyalog előtti mezőre, azt megszálljuk még egy tiszttel, mellette akkor ugye befedjük az izolált gyalognak a vonalbeli gyengeségét, és átadunk egyéb centrális mezőket, Igen. jelen esetben az E5-öt. Tehát én nekem ezért nem tetszik ez a huszár B6. Igen, hát ugye ezt is szokták, én jobban szeretem, hogyha D7-en van, és esetleg ugye most B6, futó B7, mondjuk bástya C8 után ugye esetleg C-vonalon cserélni bástyát, vagy a vezérre ugye C7-re menni, vagy E7-re, és akár bástya D8 után ennek a huszárnak F8-on lehetne helye, ami azt jelenti, hogy a H7 mezőt védi, és utána esetleg G6-on keresztül, tehát ott kivédi a mindenféle fajta támadást. És lehet a nehéz tisztekkel nyomás alá helyezni a D4 izolált gyalogot,
az egyértelműen jobb lett volna. Ez egy picit talán pontatlan, de nem hiba, tehát ez a lépés, tehát mondom, van ilyen terv is, tehát ettől nem kell megijedni. Bástya A-ról C1-re, ugye az A-bástyánk nem játszik. A nyílt vonal. A nyílt vonalat egyből elfoglalta, fehér bástya, amire futó D7-tel ugye fejlődött fekete, tehát szerintem ezzel sincs probléma, futó C6 a tervem, futó B1 következett, ugye ennek az az értelme, hogy vezér D3, és huszár G5-tel a H7 pontot, ugye a H7 király melletti gyalogot ugye támadás gorcsia alá venni, ugye megtámadni, futó C6 jött, amire huszár E5-tel megérkezett, ugye most fenyegeti leütni a C6-ot és gyalogot nyerni fehér, futó D5, és most nem vezér D3, hanem vezér G5-tel jött fehér. Na most itt még én mindig úgy gondolnám, hogy gyakorlatilag a B6 huszár áll egy kicsit úgy faramucin, hogy még nem látszik, hogy milyen mattot kellene, vagy fog itt kapni fekete, de ez a huszár FD7, ez nagyon nem illik bele a játékba. Ez egy nagyon nagy hiba volt, ez a huszár F6-os lépés, huszár FD7-es lépés. Egyszerűen védő figurát elvinni a védelemből önként, azért, hogy cseréljek egy vezért, hát ugye fehér semmiféleképp nem fog vezért cserélni, mert akkor azonnal rosszabbul állna neki. Az a terve, hogy a tisztekkel megtámadja a fekete királyt. Tehát ilyen esetben vissza kell szorítani a támadó figurákat, igen, fogyasztani az anyagot, megszállni a Z8 bástyával a C vonalat. Én inkább a B6 bástyával léptem volna D7-re, bár... Vagy B6 huszárral, vagy bástya C8. Én bástya C8-at léptem volna, azért teljesen... És hogyan folytatódott a parti? Hát vezér H5 következett, ugye természetes, azonnal a... matfenyegetés. Igen, H7 pont felé G6-tól ugye egy elég nagy gyengítést hozott létre, amire vezér H6 jött, és ugye huszár üti E5-tel, ugye fekete úgy gondolta, hogy csak az a lépés van, hogy vissza lehet ütni ezt a lovat, és akkor ott hozza a másik lovat D7-re, vagy valahogy ott kivédekezi az állást, de egy fantasztikus támadó lépés jött. Én azt hiszem, hogy nem kellett volna beütni a huszárra leütve, E5-tel kellett volna stabilizálni a frontot, és aztán lehet kiemelni az E5 huszárt. Igen. Nagyon erős lett volna ott már D5-ön az a futó. Ott talán igen, ott még ez az a kérdés, hogy ott van-e huszár üti G6, ha bár lehet, hogy nincs, mert bástya F6 kötés jönne. Tehát F5 mindenképp egyetlen lépés lett volna, hogy ugye a B1 futónak az erejét, ugye amit most úgy tűnik, hogy két gyalog is véd, a B1 H7 átlót. És milyen balhoroggal végezte ki Laci hát az ellenfelet? Igen, itt jött egy megdöbbentő lépés, huszár H5, ami gyakorlatilag azonnal... hát védhetetlen mattot eredményezett, ugye vezér G7 matt fenyeget, az semmivel nem tudja védeni, csak azzal tudná, hogy leüti a huszár, de akkor meg ugye a B1 futónak nyílik meg az átló, és vezér üti H7 matt. Tehát itt ezt megint nagyon jól láthattuk, hogy egyszerűen ha ott hagyjuk a királyomat, Védő tisztemet önként viszem el, hát az nem szokott jót eredményezni. Most ez gyakorlatilag három lépés alatt világos megbüntette, tehát ezt a rossz lépést. Hát még próbálkozott huszár F3 sakkot még beadta fekete, azt szoktuk mondani, hogy ez az utolsó előtti búcsúsak, ezt leütötte fehér G-üti F3, és ugye vezér G5-tel még beadta azt, ahogy mondjuk a búcsúsakkot fekete, és itt fel is adta egyben a partit ezzel a lépéssel. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, tisztelt nézőink, ennyi fért a mai adásunkba, viszontlátásra! Viszontlátásra!